うん。Yo Yo Utazzunk vissza akkor most egy kicsit az időben, egészen pontosan 2010-ig, amikor is Orbán Viktor szavait kölcsönözve a magyarok ismét felemelték a fejüket, és ítéletet mondtak egy korszak felett. Ugye az akkori kormányváltás idején a fidesz KDMP az országot meglehetősen szétzilált formában, állapotban vette át. Minden le volt pusztítva, kiárosítva a kultúra, a gazdaság, és természetesen ez érvényes volt a, a magyar katonasságra is, hiába csatlakoztunk a nato 1999-ben. Szóval 2010-re szégyen szemre 17 tartalékos katonája volt Magyarországnak. És ott akkor a kérdés adott is, hogy vajon miért került ebek 30 adjára a magyar honvédelem, a Megyesi, majd a Gyurcsány kormány idején 2002 és 2010 között. Valóban, ez egy nagyon fontos pont volt az időben, de ha, ha megengedik, akkor egy picit még visszább mennék a történetünkben, hiszen az úgynevezett rendszerváltás időpontja azt hiszem egy fontos időpont e tekintetben, hiszen az határozza meg azt a pillanatot, ami az örökségünk volt katonai értelemben a magyar néphadsereg, és a Varsói szerződésem, mert gyorsan fel is bomlott, és a magyar néphadsereget örököltük, amely aztán jutott el, a eljutok a 2010-es időpontig, de ez egy nem lényegtelen szempont, hiszen ez egy, ez egy ugyan szovjet doktrínájú és szovjet felszerelésű, de mégis ugye olyan magyar módon azért a Varsói Szerződés, meg az egyéb nagy, főleg a Szovjetuniótól különböző, valamennyi értelemben hazafias értékeket is felmutatni tudó haderő volt. Természetesen teljes mértékben és elfogadhatatlanul politikával átítatva, de mégis a néphadseregben még jelen voltak bizonyos szakmai kompetenciák, igazából a, a római légióktól lehet elindítani azt a folyamatot, amely a katona szakma generáció generációról ad át. Természetesen a Magyar Királyi Honvédség szétesésével, háborús vereségével, majd szétzülesztésével itt is volt egy nagy szakadás, de a néphadsereg hordozott magában még valamennyit mindenből. Na és akkor ott indult el egy valódi komoly leépülés, ami, ami kapcsolódott némileg az akkori korszelemhez, kapcsolódott, de főleg inkább a szociál-liberális kormányzatok abéli népszerűsködési igényéhez, hogy építsenek a sorállomány egyébként nagyon érdekes kettős attitűdjére. Az egyik az az, hogy ha mai napig is, a fölmenjünk az interneten vagy beszélünk bárkivel abból a korosztályból, aki akkor volt katona, élete legszebb emlékeit tudja felidézni. A mai napig is mindenkiben ez rettentesen él, de valami sajátos módon ez nem kapcsolódott egy hadsereg szeretettel, ami utána azonnal egy, egy állam szeretetté és egy, egy, egy hazafiasságá épülne, hanem ez csak a mi katona élményünk szeretetévé szorítkozott. És sőt, egyfajta, hogy emlékszünk, nemzeti sport volt a sorkötelesség sor megtagadása, és mindenki azon dolgozott, hogy ne kerüljön be. Aztán, ha mégis bekerült, akkor csodálatos élményeket szerzett. Tehát egy nagyon furcsa, ilyen speciális, kádárkori magyar, magyar élmény volt. És ezt lovagolta meg, ez a szociális-liberális szociális izé, és, mond, és mondta azt, szabadította azt a teljesen helytelenül azt a szellemet a palaszból, hogy ja, hát itt nem kell, nem kell ezt már csinálni, megadjuk nektek azt, hogy ezt már soha többet, ezt a fölösleges időkidobás, ez -e borzalom, ezt nem kell csinálni, mi ezt elengedjük, Gyurcsán Ferencnek voltak olyan, olyan, mondata, hogy a haderőfejlesztés megúszható, és meg is kell úszni, talán nem tudom, pontosan idézem, e? És a korszellem is olyan volt akkor, hogy, hogy ugye ez a 68-as indítotású Nemzetközi politikai térben ez az álpacifizmus tört. Jó, úgyse lesz háború, itt a NATO, az majd megvéd minket. És ez így összeadódott azzal, hogy politikai programként lehetett aktívan leépíteni a haderőt. 99-ben csatlakoztunk a NATO-ba, ez, ez nyilván elszabadította az ilyen értem indulatokat még. Hát most már itt egy nagy nemzetközi szervezet, ha bármi baj van, majd az intézkedik. És 2004-re jutottunk arra a pontra, hogy felfüggesztették a sok. sok hát sorozásnak szokták ezt nevezni, ez egy komplexebb dolog, tehát lényegében nem volt kötelező többet katonai szolgálatot nyújtani, 17 tartalékosra redukálódott az állomány, hiszen akkor egy olyan nagyon fontos szakmai hibát is elkövetett az akkori vezetés, hogy ugye a professzionális haderőt hozott létre, de nem gondoskodott a tartalékos rendszer kiépítéséről, mert egy szakmai nonsens, de ezzel elment, mert senki nem kérte ezt akkor erővel, nem volt arra mód számon kérni. És, és így csodródtunk bele a, a 2010-be, hogy a kérdésre válaszoljak végül, amikor rá már teljesen egyértelmű volt a hazafias erőknek, a nemzeti erőknek, hogy nem lehet haderő nélkül egy ország, és a NATO sem fog megvédeni minket, hogyha nincsen önálló erőnk. Tehát valami erőt kell képviselnünk és egy erőt kell építenünk, de addigra eladtak mindent, leépítettek mindent, szervezetileg nem gondoskodtak a tartalékos rendszeren keresztül, de egyébként a hivatásos rendszeren keresztül sem az utánpótlásról. Egy borzalmas lelkiállapot alakult ki a haderőn belül. Mert ha a katona nem érzi magát fontosnak, ha nem érzi azt, hogy a miénk, a társadalomé, ha értünk van, hogy fontos, amit ő csinál nap, mint nap, akkor elveszíti a kedvét, elveszíti a motivációját, lealibízi a feladatát. És az az egész átsodródott ráadásul ennek hatására, ugye divat, divat lett, kapitalizmus, meg ezek a dolgok, most ezt bonyolult lenne kibontani, de, de egy ilyen civilesedés, egy ilyen polgárosodás is elindult, a, nem, nem polgárosodás, civilesedés indult el a a haderőben, és elkezdett mindenki, azt gondolta, hogy majd az lesz a jó, meg a túlélést az biztos, hogy elkezdünk hasonlítani a, a civil. Ahelyett, hogy mondjuk Vezérkari akadémik lenne, felsővezetői tanfolyam van, meg munkaidő van, meg, meg szakszervezet volt nem olyan régen még a hadseregben, szóval ilyen dolgok történtek, és összességében elveszítette a hadsereg szerintem a katonásságát és a katonai jellegét, és kialakult egy olyan Helyzet, amit muszáj volt változtatni 2010-ben. És egy nagyon hosszú választottam, egy egyszerű és világos kérdés, és sok gondolatot próbáltam bele szuszakolni. remélem, hogy valamennyi érthető volt egy ilyen Persze, hogy sokkal jobban talán. megértjük, hogyha a hátterét is tudjuk egy kicsit. Azóta viszont azért elég sokat változott a világ, és sokszor halljuk, hogy a veszélyek korában élünk. Miért fontos most az, hogy Magyarországnak a méreteihez képest egy erős hadserege legyen? És akkor hol tartunk most? Tehát amit felvázolt az ugye a múlt, onnan indult a sztori, és ehhez képest hol tart most akkor a, a magyar hadsereg, a magyar katonák a, a honvédelem? Tehát tízben nyilvánvaló volt a, a hatalomban ébő kormánynak, hogy kell egy erős haderő, de nem volt meghozzá az anyagi erőforrás. 15-16 környékén értünk oda, hogy az ország gazdasági teljesítőképesség, mintán azt is rendbe kellett rakni, először azt kellett rendbe rakni, és hát Istennek látjuk, hogy ez jól sikerült. A gazdasági teljesítőképesség tette azt lehetővé, hogy elkezdhettünk abba gondolkozni, hogy valódi átfegyverzés, tehát a a szovjet eszközöket, amiket mondom már el is adtak meg, tönkre is mentek, mert nem gondolkozok karbantartásról, egész képességek szüntek meg. Tehát nem volt tüzérképességünk például egészen a közelmúltig. Tüzérképesség nem volt, harckocsiból is csak néhány darab volt. Tehát elképesztő pusztulás ment végbe. Ezeket mind elkezdhettük, most már nyilvánvalóan nem szovjet technikával, hanem NATO kompatibilis csúcs technológiával helyettesíteni. És 15-16 környéki indult ez a munka, akkor nemet is kapott az Rényi haderő Fejlesztési és honvédelmi terv, vagy mi program, pontosan bocsánat. És, és elindult ez a folyamat, ami azt eredményezte, hogy, a, hogy egy, egy új haderőkép állt fel, és ennek az új haderőképnek a, a megvalósításán kezdett el az akkori politikai és katonai vezetés dolgozni, aminek most is a folyamatában vagyunk. Ez többször módosult, és a végcélja természetesen az, hogy egy megfelelő, hiteles, eredtentő erőt felmutatni képes haderőnk legyen, és itt a hitelességen van a, 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 a lényeg, vagy a hangsúly, hiszen, hát ezt gyakran mondjuk, de kétségtelenül igaz, hogy a, a veszélyek korában élünk, ami azt is jelent, sok minden más, mert azt is jelenti, hogy nem tudjuk azt pontosan megmondani, hogy honnan és milyen formában érhet minket veszély. Most mindannyian össze tudunk rakni hirtelen nagyon sokféle lehetséges veszélyt keleti, fenyegetettséget, déli fenyegetettséget, migrációt és egyéb dolgokat, amelyek közül bármelyik eszkalálódhat oda, sajnos a mai viszonyok között nem is lassan, hogy egyszer csak abban a helyzetben találjuk magunkat, hogy arra kell gondolnunk, hogy ezt az országot támadás érheti. Na most ezt mások is, gonosz erők is gondolkodnak, a megfelelő hiteles, elrettentő erő azt akadályozza meg, hogy amikor ilyeneken gondolkoznak, akkor Magyarországot hagyják ki ebből a tervezésből, mert tudják azt, hogy itt beleszaladnak valami nagyon keménybe. Persze a NATO is ebben nagyon fontos szerepet játszik, hiszen méretünknél és egyébként fogva egy nagy védelmi szövetség garanciái nélkül ez önmagában kevés lenne, de fordítva is igaz, a NATO garancia az egy darab papír maradna, hogyha nem lennének nemzeti haderők, így a saját nemzeti haderőnk jól fegyver, felfegyverezve, jól kiképezve és harcra kész lelki állapotban, akkor a, akkor a NATO sem ér semmit. Ez a kettő egymást így kiegészíti. És végsősorban tehát az a feladatunk, hogy egy hiteles, elrettentő erőt felmutatni képes haderőt tartsunk mindenkor ö, fegyverben, és, és készen létben arra, hogy és ezt látható legyen kifelé a világba bárhova, hogy a magyar, ö, Magyarország képes megvédeni magát. Ez a fő üzenet. Milyen elvárásai vannak a NATO-nak, illetve az Egyesült Államoknak a magyar honvédelemmel kapcsolatban? Mennyit kell, vagy mennyit érdemes rá költeni? Elsősorban a magyar embereknek vannak elvárása, és legyenek is elvárás, és meg is érdemlik, hogy mindent megtegyünk a biztonságuk érdekében. Ehhez szükséges a haderőfejlesztés, amiről beszélek, és ezen keresztül csatlakozunk be a NATO rendszerébe, amely valóban megfogalmaz elvárásokat, ajánlásokat. Ilyen például a GDP 2%-ának megfelelő összeget kell védelmi kiadásokra összességében költeni, ezen belül pedig 20%-ot a fejlesztésekre. Most ez, ezt nagyon sokáig a legtöbb állam nem teljesítette, Amerika messze túl teljesítette, a legtöbb állam ezt nem tartotta komolyan, hiszen volt egy olyan nemzetközi közhangulat, hogy hát miért neki ide a NATO, NATO feladatokat keresett a NATO, téblából a nato nem volt igazából iránya, hogy, hogy mire is való ez a NATO, mert nem volt fenyegetettség. Akkor mondta a Macron elnök úr, ugye, hogy a NATO az brénzed. Azt mondta, hogy És a Trump elnök úrnak kellett berobbanni a, a, nemzetközi közveleménybe egy NATO közgyűlés keretében, mikor elég olyan Trumposan elmondta, hogy most már nem csak, ne csak mi fizessük a számlát, hanem tessék mindenkinek Beszél, Mi nem ezért csináltuk, de azért ez a figyelmeztetés jó volt arra, hogy fölépítsük Magyarország ezt a százalékot, ami akkor kevesebb volt, mint egy százalék. Mostanra ebbe az évben elértük a két és ezen be, és jövőre is, a jövő költségvetésben is már két százalék van, és azt nyugodtan merem állítani, hogy a következő években is minimum két lesz, de minimum százalék lesz, és ennek Magyarország miután egy haderőfejlesztési programban van, azon belül is egy fontos átfegyverzési eleme van ennek a haderőfejlesztési programnak, a 20%-os igényt messze meghaladjuk, legalább 40% körül mozunk, amennyiben idővel, amikor ez a folyamat már a végéhez közelít, vagy, vagy, vagy hogy mondjam, nem annyira átfogó, mint amennyire most, akkor ez csökkenni fog, de biztos, hogy 20%-ot tartani fogjuk. És emellett a nato más elvárása is vannak, hiszen meg is lehet úszni, ugye? Meg ki lehet alibizni ezt a NATO-tagságot, meg bele is lehet tenni. És mint minden az életben, ez is olyan, hogy minél többet teszünk bele, annál többet kapunk vissza. Tehát a missziós részvételünk például rendkívül fontos. Az, hogy Magyarország méretével arányosan, sőt néha azon felül teljesít például a nyugat-balkáni régió katonai stabilitásának fenntartásában, KFOR-ban, EUFOR-ban, vagy például a légierőnk részt vesz a balti államok légtérrendészeti feladataiban, vagy most átvettük már, vagy részbe be fogunk szállni Szlovákia légtérrendészeti feladataiba. Évek óta csináljuk Szlovéniát, és sorolhatnám azokat a missziókat, amelyekben jelen vagyunk. Ez is NATO elvárás, de nekünk is jó. Mert a, mert a haderőt folyamatosan mozgásban tartja, feladattal látja el, és az nagyon-nagyon fontos, hogy, hogy folyamatosan fejlesztjük a képességeinket, gyakoroljuk a, a tudásunkat, jöjjenek elő a gyerekbetegségek, és ahogy érkeznek be az új fegyverek, azt nyilván itthon is, és lehet, hogy erről beszélünk később, ezeknek az integrálása, az ezekre való harceljárások, elkészítése és begyakorlás, ezek nagyon fontos feladatok, de ezeket misszióban is tudjuk használni. Tehát a, a nato való aktív jelenlét és a nato való befektetés, azt biz megtérül a, a, védelmi garanciák erősségén keresztül. Tehát akkor az kijelenthető, hogy a minél több országot tömörítő NATO a békezáloga? Hát az kijelenthető, hogy, a, hogy a igen, és a NATO működik. Tehát azt is érdemes látni, hogy, hogy a, ami most tőlünk keletre történik, ez a rémes 20. századi típusú háború, ez azért kipróbálta azt is, hogy, hogy a NATO, mint elrettentő erő, ami. Tehát a NATO az egy védelmi szövetség, ez borzasztó fontos. És ez néha összekeverik, hogy a köztudatban úgy nem eléggé világos, hogy a, hogy a, hogy a NATO az, az, az a tagállamok szövetsége, mert arra jött létre, semmi másra, arra jött létre, hogy védelmi garanciákat nyújtson a tagoknak. Tehát az nem támad, meg foglal el semmit, meg, meg olyan sincs nagyon, hogy NATO katona egyébként. Sokan a gondol, szerintem azt gondolják, hogy valahol ülnek a NATO csapatok, és majd, ha baj van, akkor azok bejönnek a NATO csapatok. Nemzeti felajánlásokból táplálkozik a NATO, ezért fontos, hogy nemzeti haderők erősek legyenek. Kijelenthető, hogy ha minél több ország ja, csatlakozik a igen. nato akkor gyakorlatilag bízhatunk a béke teremtésében, hiszen ugye abból indulunk ki, hogy minél erősebb nemzeti hadseregek vannak a NATO szövetségben, gyakorlatilag akkor annál erősebb a NATO. Igen, igen. Az, az volt a gondolatom, hogy tehát látjuk azt, hogy a NATO működik, hiszen ebben a háborúban, ami tőlünk keletre zajlik, sok minden történik, de a, a NATO fizikai határai, és a NATO hadba lépésének kockázatát nem vállalja a egyik fél sem, de hát főleg így itt az, az orosz agresszornál van egy ilyen challenge, és a NATO be is azonosította Oroszországot, mint a nato fenyegető egyik legnagyobb veszély, és az látszik, hogy, hogy, hogy ilyen értelemben ez valódi hogy mondjam, korlátot jelent, és kerüli nagyon az orosz fél a NATO-val való konfliktus lehetőségét is. Ez, ez, egy jó hír nekünk magyaroknak, is hiszen mi NATO tagok vagyunk, és én értelemben ez látszik, hogy a jobban, mint néhány évvel ezelőtt, amikor agyhalottnak tűnt a NATO, hogy ennek van értelme, és fontos, ide tartozunk. Igen, sok vita övezte valóban a NATO-nak a létjogosultságát, és ugye Emmanuel a makrofrancia volt az, aki ezt először így kipattintotta ezt a vitát. Miniszter úr, ön tartalékos százados, mi az, ami motiválta, mi, 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 volt az az indítatás, hogy úgy döntött, hogy most a tartalékos állomány tagja szeretne lenni? Szerintem, a, meg kutatások is vannak erre, hogy minden társadalom, és így a magyar társadalom is, sőt, talán a magyar társadalom még inkább igaz, hiszen mi a történelmi szerepünk, földrajzi elhelyezkedésünk miatt gyakorlatilag folyamatosan harcban álltunk, az egész történelmünk majdnem a harcaink gerincére húzható föl. De minden társadalomban van egy bizonyos arány, úgy mondják, hogy a 6-8 százalék, aki valahogy úgy születik, hogy erre való adottság, késztetése, érdeklődése az adott. Ez szeretj, hogy így van, mert ezekből tudunk egy önkéntes kiegészítősi haderő esetén is megfelelő mennyiségű katonát toborozni, ha mi megtaláljuk a megfelelő üzeneteket, és be tudjuk őket vonzani, és ben is tudjuk tartani. Mert hogy ez a mai magyar generációban is benne van. Akkor... Persze, hát az az állításom, ezért szoktam azt mondani, hogy katonai nemzet vagyunk, mert, mert ez megy, megy szépen generációról generációra. Persze most egy olyan kor van, amikor ezt elfedik, meg 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 a közhangulat, hogy ez a liberális, búk, egoista gondolkodás, mondjuk, hogy egyszer élsz, az a jó, ami neked jó, semmi se számít, nincs közösség. Ugye ezek rossz hatások, amik a közösségek éri, de amikor egy, egy nemzeti gondolkodás, egy hazafias közösségben beszélünk, akkor az magába hordozza azt a gondolatot is, hogy, hogy az egyéni érdek mellé, sőt adott esetben elé helyezhető a közösségi érdek. És, és akkor itt meg is jelenik rögtön a hazafegyveres szolgálata, mint lehetőség. Nos, szóval azt gondolom, hogy bennem is valami ilyesmi munkálhatott, tehát én pont abba a 6-8%-ba, és remélem, hogy létezik ez a 6 mert hát látszik is, hogy létezik az a 6-8%. Úgyhogy én, én úgy születtem, hogy ez világéletemben borzasztóan érdekelt. Az segített olyan értemben, hogy katonacsaládból származom, mert mind a két nagyapá hivatásos katonatiszt volt, de ott kimaradt egy generáció, ugye ilyen politikai okokból, ott, ott a néphadseregben minket nem szerettek annyira, és, és ott egy generáció kimaradt, a szüleim generációja az, az más, más út kereste a boldogulását, de a, a, a nagyszülői generációban történt egy ilyen átnapolás. Én félistenként tekintettem a Ludovikás nagyapámra, és a Jóisten adott is néhány évet, amit vele és a bajtásaival őket közelről látva láthattam. És ez egy olyan példát, meg egy ilyen emberi tartás, meg ilyesmiket mutatott nekem, ami elég fiatal koromban be, beívódott ahhoz, hogy kerestem a módját, hogy hogyan, hogyan lehet ö, benne És az, or, az el, második ormán kormány, tíz utáni Orbán kormány teremtette meg annak a lehetőségét, hogy, hogy be lehetett a civil életből viszonylag könnyen. Azért küzdeni kellett érte. Tehát ma feladatomnak tekintem, hogy nagyon megkönnyítsem azt az utat, hogy valaki bekeveredhet a honvédségbe tartalékosként, de beverekedtem magamat a honvédségbe tartalékosként. Bobrovnicki Tamás, ő a nagypapa vagy a dédpapa volt? Mind a kettő. Mi a, jó, mind a mind Nagyapám mind? is Tamás volt, ő 23 volt, és az ő apja is Tamás volt aki magyar király tábornok volt, egyébként korábban a 32. gyalogezred parancsnoka, ha már így megkérdezi, és annak az édesapja is Tamás volt, aki 1848-as honvédhadnagy hadnagy volt. Úgyhogy a Tamásokból, meg a katonákból elég sok van, azon az ágon is. Térjünk egy picit vissza arra, hogy hogyan is lehet akkor vonzóvá tenni ezt a katonai pályát, mert hogy ez csak egy életforma. Talán cél is az, hogy újra nehéz legyen majd idővel bekerülni a honvédség kötelékébe ugye alapvetően a honvédségbe két nagy úton lehet be, bekerülni. Az egyik, hogyha valaki hivatásszerűen gondol erre, a, szerintem a világ egyik, hanem a legszebb hivatására, akkor vagy szerződéses, vagy, vagy, vagy mondjam, teljes mértékben hivatásos, tehát az egész életét ebben az irányba akarja eltölteni, altisztiszti pályát választ, és ugyanúgy az ember mérnök vagy orvos lesz, akkor egy ilyen karriert választ. Vagy ha nem is akar az egész életét, de jó néhány évre elkötelezi magát, és ilyen értelemben az életének legalábbis egy szakaszában a katona szakmát a fő hivatásaként, foglalkozásaként tekinti. Ez egy nagyon fontos komponens, vagy hát ez, a, ez mondjuk a közepe vagy az ereje a haderőnek, hiszen ezek a profi katonák. Ők kapják a most beérkező új eszközeinket a különböző fegyvernek meg a maguk különböző harcoló harstámagató és egyéb eszközrendszereiket őket képezzük ki ezekre az egyébként nagyon modern rendkívül komplex komoly tudást igénylő eszközök működtetésére és az azzal való harcra hogy ne kerülgessük itt a forrókását mert itt végül is arról szól a, 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 a történet és a, a hivatásos haderő szerűen van jelen az országban, mert részben a védelmi szempontok ezt igénylik, részben történetileg is úgy alakult, hogy bizonyos helyeken van nagy laktanya, ott van tárolókap, azért ott van minden. Ez a jellemzője a hivatásos hadseregnek. És ez évtől létrehoztuk a területvédelmi tartalékos komponensét a haderőnek, mert idáig is voltak tartalékosok, magam is, de az a hivatásos haderőből úgy bele volt keverve, ilyen műveleti tartalékosnak nevezték ezeket. Most az egész tartalékos rendszert átszerveztük, kiszerveztük a hivatásos haderőből, és azt mondtuk, hogy egy területvédelmi logikára épül föl. Létrehoztunk a már létező kettő mellé további öt területvédelmi ezredet, azok alatt a megfelelő számú zászlóaljakat, amivel az egész országot lefedjük, tehát a lényeges különbség a támaszpontszerű hivatásosokhoz képest, hogy ez ilyen kapilláris szerűen az egész országot lefedés, ez nagyon fontos, mert az ismert leépülési folyamatban, ugye a laktanyák zártak be, Tapolca, Lenti, ezer helyen teljesen megszűnt is, a teljesen megszűnt a katonai jelenlét, sorolhatnánk, rengeteg hely van az országban, ahol korábban látták az egyenruhát, ahol ott voltunk, ahol, ahol tisztelete és tekintélye volt a katonának, ez megszűnt, és, és ez pedig nagyon fontos ahhoz, hogy hogy legyen utánpótlás, hogy ezt megmaradjon. Tehát vissza kell vinni az egyenruhát oda, úgy, ahogy lehet, és most a leggyorsabban a területvédelmi tartalékosokon keresztül lehet, tehát ezek az ezredek fölálltak, önálló vezékari főnök helyettes gondoskodik ennek a komponensnek a kiepítéséről, és ide pedig azokat várjuk, akik nem akarják az egész életüket hivatásszerűen erre fordítani, de fontosnak érzik az egyéni érdek, közösségi érdek mögé helyezését, fontosnak érzik azt, hogy a fegyveres szolgálatban, is ö, valakinek ezt ugye meg kell tenni, ki más tegye meg, ha nem mi magyarok, nekünk kell megvennünk a saját hazánkat. Részesülni akar a kiképzettség ö, hogy mondjam, értékéből, azért az egy nagy érték, hogyha valaki egy, egy olyan tudásra tesz szert, ahol sehol máshogy csak a hadseregben lehet megszerezni. És ez nem pusztán a, a fegyverekkel való bánásmond és egyebek, hanem szemléletmond, vezetéselmélet, hogy működik egy hadsereg, az rengeteg szempontból használható az élet számos területén, a legénységi szinten is már, nem is beszélve a tisztekről. És azt az élményt is meg akarja osztani, amire beszéltem, vagy a beszélgetésünk elején utaltunk a néphadseregben szerzett élményekre, ami, ami egy közösséghez tartozás, a bajtársak, az a közös veszély, ezek olyan élmények, amit látom a tartalékosokon, magam is kerestem ezt a fajta élményt, és meg is kaptam a hadseregbe, és mindenki, aki oda bemegy, az meg is kapja ezt az élményt. És ez, ezek így szerintem, plusz azok a komponensek, amit elfejtettem mondani, nyilván a hivatásosoknál is, ott nagyon fontos az életpálya, ott nagyon fontos a, a, az illetmény, ott nagyon fontos az egészségügyi ellátás, a különböző kedvezmények, és minden, ami, ami egzisztenciálisan is erőt ad. Ez fontos a tartalékosoknál is, de ott előtérbe helyezném az előbb említett dolgokat, a kiképzettséget, a közös Közösséghez tartozást, az élményt. És persze ez jár fizetéssel is, aki tartalékosnak áll, elvégzi az alapkiképzést, az rendelkezési állási díjat kap, és amikor behívásra kerül, akkor pedig rendszeres illetményt kap, ugyanúgy, mint a hivatásosok. Tehát ez a két nagy útja, hogy be lehet jönni a haderőbe, és ennek eltérő üzenetrendszere van. Ha látják a kommunikációnkat, akkor látják azt, hogy hogy, 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 irány a ezt, sereg. Hát irány a sereg, meg embert a vasra, meg ilyen, ilyen neveik vannak, meg ugye és te készen állsz, az volt a, a, az indító kampányunk. 22 elején elkezdtük ugye a marketing szakma szamájai szerint bemutatni a, hogyha ilyen csúnyán marketinges akarok fogalmazni, akkor bemutatni a márkát. Még trendi, menő képeket láthattunk, biztosan ők is látták ezeket a plakátokat. Tehát egy nagyon hívogató és tényleg nagyon modern 21. Azt az, századi. Azt az üzenetet kell átadni, hogy ez a hadsereg már nem az a hadsereg. Ezt kezdje fiatal azon gondolkozni, hogy ez a hadsereg egy lehetőség számodra ide. Érdemes csatlakozni. Ez nem külön sőt nem, hogy kevesebb, hanem több, mint sok más egyébként reklámozott civil munkahely. És, és föl kell tennünk azt a kérdést is persze, hogy társadalom, ugye, magyar fiatalok, készen álltok-e? Mert mi készen állunk, ebbe benne van, de ti készen álltok-e? És ez egy kicsit ilyen provokatív élel volt megfogalmazva. Ez ment egy ideig, és ugye először beszélünk általánosabb az értékekről, és utána konkrét ajánlatot teszünk. Az első ilyen ajánlat az a hódmezővásárhelyi páncélozó gyalogdandár, első gránátos zászlajának a beosztásnak a feltöltése volt. Ez egy nagyon konkrét feladatra, ahova a Magyarországon gyártott és csúcs technológiás páncélozott gyalogsági harcjárműveket rendszerésítjük, ezeket a linkseket, és erre a párosításra toboroztunk fiatalokat egy nagyon magas kiemelt illetménnyel. 735 forint bruttó belépő illetmény, örvezető, gyakorlatilag betanított munkás szinten már ez, ez, az illetmény jelentkezik. És most megyünk tovább, a következő már elindult az a kampányunk, ami a Tatai tűzérosztályra hasonló logikával, az oda beérkező Önnyáró lövegek, és az azzal felépülő új magyar tüzérség keres tüzérkatonákat. Ez a képesség teljesen elveszett, mint ahogy utaltam, még, még lövészkatonák így úgy van, meg különleges műveleti katonák, meg ilyenek még úgy vannak, de tüzéreink alig vannak, mert, mert nem volt mivel tüzérnek lenni. És Ez a képességet is visszaépítjük, és most kifejezetten a tüzérosztályhoz toborzunk ugyanezzel a logikával ö, ö, katonákat. És aztán a következő lépésben megyünk tovább a területvédelmi tartalékosokra. Tehát az előbb mondott logikát megpróbáljuk a marketing eszközön is folyamatosan bemutatni. Az én családomban is vannak, voltak katonák, amikor készültem a beszélgetésre, akkor beszélgettem apukámmal. Egyébként a détpapám páncélos százados volt, sajnos ő már nem él, egy néhány éve meghalt, de apukám is volt katona a szocializmusban, és azt mondta, hogy akkoriban a képzelt ellenséget a, a tiroli vadászoknak mondták, hogy ők a képzelt ellenség. Most mit mondanak a a katonáknak, hogy ki az ellenség. Feltételezett ö, ö, szituációkat ö, építünk fel, ez egy, egyébként ez is egy nagyon érdekes és fontos, speciális szaktudás. Most volt az adaptív 20-23 ö, nagy összhalerőnemi gyakorlatunk, több mint 6000 katonát mozdítottunk meg, legalább a 10 uk tartalékos volt, és ez egy feltételezés behelyezte bele a haderőt, amely feltételezés nagyon precízen volt írva, hogy ott milyen, milyen, katonai helyzettel kell szembesülnünk, és azt átkapcsoltuk az egész vezetési irányítási rendszert, és mindent olyan üzemmódban, hogy mindenki kvázi elhitte, hogy ez a helyzet van. Olyannyira, hogy még én is kaptam a gyakorlatból következő feladatokat, amit majd, ha hasonló helyzet áll elő, akkor nekem végre kell hajtanom a kormányon keresztül ezt, azt, azt. Tehát és erre külön a vezérkarban szakemberek foglalkoztak ennek a feltételezésnek az elvállításával, annak a, a hiteles eljutatásával a, olyan szintig volt ez, hogy filmhíradó részletek készültek, ami, amibe bejátszották az egyes, ahogy eszkalálódik, épül föl egy konfliktus, az majd azzal, hogy fog találkozni az utcaembere, meg a katona hazamegy, bekapcsolja a hírtévét, és akkor ott lát egy hírt, amit mi eljátszott, tehát stúdióba föl lett véve a hír, hogy akkor ebből mi lesz, és akkor fölépült egy ilyen, egy, egy, helyzet. És, és aztán beindult az egész haderő, és a haderőnek ráadásul egyébként nem is harcolni kellett, hanem el kellett jutni a harc állapotába. Tehát ez a legérzékenyebb idő, amikor mielőtt a, a, a civilesen szóval csatát megvívják, az előtt oda kell érni. A civil életből a tartalékosan be kell jönni, a hivatásosan meg kell mozdulni, hol a fegyver, hol az eszköz, hol van megyünk, milyen hídon megyünk, hát ezer kérdés fölmerül, és ez beleér a, a civil közigazgatásba is. Mert ameddig a gyakorló téren gyakorlatozik a katona, ugye el vagyunk magunkba. Na de amikor mondjuk az ország keleti részét, az északi bármegyékben éles lövészettel egybekötött gyakorlatot kell végrehajtanunk, ott nem vagyunk el magunkba. Ott a főispántól kezdve mindenkit bevontunk, és ott egy komoly, a civil közigazgatási rendszert is megmozdító eleme volt ennek a gyakorlatnak. Sőt, még a nato t is bevontuk, hiszen a Magyarországon állomás azon NATO csapatok részvételével, mert már soha NATO megfigyelővel azt is néztük, hogy mindez hogyan történik meg nemzetközi kötelékbe. Az egész gyakorlat neve angol volt. Amikor én elmentem az egyik vezetési pontra megnézni, hogy, hogy mi történik ott, nem jelentettem be, hogy hova fogok menni, és, 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 mikor egyszer csak becsöppentem az egyik vezetési pontra, mondták, hogy örülnek nekem, most leülhetek ide, itt ez fog történni, de minden angolul fog menni, ne lepődjek meg. És hogy teljesítettek? Tökéletesen. Még ott kicsit szabadkoztak is, hogy hát Mr. Luh, nem lesz a kiejtés, mindig tökéletes. Most ehhez képest ott fölállt egy elezvedés, és mint egy ilyen nebraszkai reddek. Úgy, úgy mondta amerikaival, Gyönyörűen. És ott mindenki szépen, aki felállt, minden szakterületnek a maga embere, precízen, világosan angolul jelentett. nagyon elégedett voltam ezzel. Tehát ez, ez, írja talán azt le a legjobban, hogy, hogy hogyan lehet egy ilyen, és hogyan kell egy ilyen helyzetet hogy mondjam, elképzelni, és fölépíteni ahhoz, hogy az hiteles legyen. Hm. Én érdekes, amit mond. Nem tudom, hogy mennyi időnk maradt még, de akkor én még egy picit rátérnék itt a száhelövezetre, hiszen az utóbbi időben sokat olvashattunk arról, hogy katonai misszió indult például Csádba, és ön pedig azt nyilatkozta, hogy Magyarország a béke megőrzéséért dolgozik, a stabilitás, export, őre pedig Csád. Szóval, hogy miért fontos Magyarországnak a száhelövezet és a csádi katonai misszió? Miért pont Csád? Ez egy újabb nagy fejlődési pont Magyarország számára. A, az, hogy valamelyik, hogy egy ország tevülegesen föl tud lépni egy tőle földrajzilag a eső régió biztonságának garantálásában, az a, az, a, hogy mondjam, a, a, a nagyobb, öm, hogy mondják ezt a sportba, súlycsoportba tartozó boxolóknak a, a lehetősége. Tehát büszkén Mondhatom azt, hogy Magyarország fölérett, mondjuk a nemzetközi érettség azon fokára jutott, hogy tényezőként meg tud jelenni egy olyan problémában, ami a mi biztonságunkat is közvetetten, de talán már közvetlenül érintő ugye nemzetközi migráció kiinduló pontja. Hát, ha a ránézünk, akkor a szállővezet, az, az gyakorlatilag, ugye van Európa, aztán rögtön, van egy kis tenger, és ott, ott, jön már majdnem mindjárt, ott van ugye ez a vékony észak-afrikai országok, amelyik amelyek némelyike stabil, de ott van Líbia, ami, ami borzalmas állapotban van, ugye évek óta polgárháborús körülmények, és rögtön ott van az egész szár és Az északra államról nagy nagyrészt illegális migráció, borzalmas állapotok, de azok közvetlenül ugye három útvonalon onnan érkeznek. Most, ha tenni akarunk a biztonságunkért, és ezt nagyon régóta hangoztatja a magyar kormány, és mellé kell szerint tesz is róla, hogy a problémát nem ide behozni kell, hanem ott kell kezelni, ahol lehet. De hogy ezt hogy csináljuk? Hát úgy csináljuk, hogy lehetőségeink szerint oda viszünk diplomáciai segítséget, oda viszünk humanitárius segítséget, orvosokat, társ, ilyen szociális segítséget, oda viszünk mezőgazdasági munka lehetőséget, ötletet, innovációt, oda viszünk víztisztítást, oda viszünk egy csomó minden ilyesmit, és ö, ezeknek a biztosítására is egyébként, de a migráció kiváltókaként jelenlévő terrorizmus ellen fellépő csádi haderő támogatására katonai erőt is viszünk. Tehát így kerek ez az egész, hogy, 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 ez a nemzetközi hogy mondjam, hierarchiába való előrelépésünk, hogy itt meg tudunk jelenni, hitelesen meg tudunk jelenni, és egy stabilizáció, stabilizátorként tudunk. Egyébként nem egyedül, hiszen ott más államok is jelen vannak, hanem mellettük, de nem alárendelve. Tehát nem valamelyik másik NATO tagállam. NATO nincs jelen ebben a régióban, mint NATO, de NATO tagállamok, igen. Az amerikaiak, a franciák és mások jelen vannak, de nem az ő alárendeltségükben, mint ahogy Afganisztánban például voltunk, vagy Irakban, ahol, ahol egy más állam hadseregének parancsnoki rendszerében volt a magyar katona beillesztve, hanem mi önállóan a csádi haderő mögött és azzal szorosan együttműködve, illetve az amerikaiakkal, a franciákkal, másokkal szövetségben tesszük majd ezt meg, ha az események Ideérnek. Na most azért ez nekem elég veszélyesen hangzik, tehát azért a Száhelővezetben sok olyan terület van, amit a dzsihadisták tartanak például ellenőrzés alatt, és a száhelővezet hat országából ötben katonai pucs is volt. Mennyire elegendő a szaktudásuk, felkészültségük, képességük a magyar katonáknak, és egyáltalán például érheti-e őket ott támadás? Magyarország és a magyar katona jelen volt a szállövezetben már hosszú évekkel ezelőtt, hiszen részesei voltunk a Maliban egyébként kudarcot vallott Takuba missziónak. A nizseri védelmi miniszter nem olyan régen itt járt, két oldalú megállapodást írtunk alá, csak közben megpucsolták ugye, a nizseri kormányt, őt magát is eltávolították a hatalomból, és ez szépen lassan kiszorításos alapon egyedül csád maradt még egy, egy, egy úgy, ahogy stabil állam ebben a régióban. Tehát azért megyünk csádba, mert ott van mit keresni, mert egyébként a, a, egyébként a káosz van mindenütt. És valóban ugye a káosz ezeken a helyeken, ahol amúgy is rettenetesek az életkörülmények és, a, és a, a, az ételminőség és mindenféle nehézségekkel küzdenek az ott élők ezeknek a vámszedői, az emberkereskedők, a, drogkereskedők, a, a, drog, a, a legkülönfélebb megélhetősi, illetve vallási fundamentális terroristák ebben a káoszban növekednek, növekednek, és az amúgy is nehéz életkörülményeket szinte elviseltetlené teszik, amik megindít, megindítanak egy, 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 egy elvándorlást éjszakra, és túltág túl tág a hallgatóság, és túl kevés az időnk ahhoz, hogy, a, a csádiak, a való alapos és részletes beszélgetések alapján milyen borzalmas körülmények között történik ez az egész a rabszolga emlékeztető módon történik ez, ez, az egész illegális migráció felépítése, amiből emberkereskedők gazdagodnak, és szerencsétlen emberek pedig az életük kockáztatásával próbálnak valami irányba haladni. Ehelyett pedig pont otthon kéne maradniuk, és ott kéne olyan életörülményeket teremteni, a, Ahova lehet. Persze, ez egy, ez egy veszélyes misszió, de hát a katona azért katona, hogy bizonyos helyzetekben már katonának kell ott lenni, mert ők a veszély mesterei. Két rövid kérdésem maradt még, hogyha megengedi. Az egyik az, hogy 20 éve a Huszár Alapítvány elnökségi tagja. Ha néhány szót mondana erről, és hogy gyakorlatilag mivel foglalkozik a Huszár Alapítvány, és mi a célja. Van még másfél óránk? Mert ez egy akkora... <laughs> közelebb, Köszönöm akkor... szépen a, a, a kérdést. De várjuk vissza. A Huszár az, az szerintem egy, egy önmagán túlmutatóan fontos dolog. Az egy kicsit mi magunk vagyunk, az egy identitás. A, a huszár azért olyan, amilyen, mert a magyar olyan, amilyen. És a, a magyar nemzetkarakter, ha létezik ilyen, egyenruhába öntött változata, az a, az a huszár. Azért harcolt úgy a, a huszár, mert ilyen a magyar. Egy, egy leleményes, bátor, sőt a vakmerőségig bátor, de nem ostobán a falnak menő, rendkívül mozgékony, az önálló harcvezetése is képes, nagyon ügyes, okos fajta katona, mondjuk így. Ez a gyalogságunkra is igaz, persze, de a huszárvát igazán közmondásosan ilyennél. Nem is véletlen, ugye az egész történelmünk se a 17-18. század idejében a leginkább általánosan nemhogy ismerté vált minden haderő, lemásolta a magyar huszát. Minden európai haderő, a holland, a svéd, az orosz, a német, az angol, a dán és sorolhatnám, átvette a huszár kifejezést, átvette a magyar ezredek egyenruházatát, számos tisztet átvette egyébként, akik kiképezték őket, és fenntartották a mai napig. A hadseregükbe a huszár tradíciót, a huszár e, e, ritusokat, olyan, hogy a francia haderőben két huszár is van, ott tartanak egy franciát, aki nem magyar, egy kukocsa tud magyarul, de el tudja énekelni. Az a dolog, hogy a Bercsényi Imnuszt elénekelje magyarul. Én nem ismerem meg, mert nem értem, amit énekel szegény, de ő tudja, ő azt gondolja, hogy magyarul énekli Annyira fontos ez nekik. És mi, magyarok, pedig, akik ezt az egészet kitaláltuk, elterjesztettük a világon, mi ezzel 250 nem tudom, májba valami elvtárs, azt mondta, hogy ma pedig nekünk nem lesznek huszáig, becsuktuk az egészet. Ezzel hartuk a lovakat, elfelejtettük ezt az egész tradíciót. Hát ez, ez, ez egy szégyen. Tehát szerintem, ha a a, a betyára, meg a csikósra, meg ezekre a dolgokra büszkék vagyunk helyesen, akkor pont a huszárt engedjük el. Hát nem szabad elengedni a huszárt, hanem, hanem pont vissza kell építeni. meg kell tudni fogni ennek az identitás komponensét, és azt vissza kell csepegtetni szépen a haderőbe, annélkül, hogy ez nevetségessé, vagy, vagy ki figurázhatóvá válna. Létezik a magyar haderőben már, évek óta építettük, és most már huszár osztályként, a Nádasdi Ferenc nevét viselő huszár osztály, akiknek a, a, katonáit láthatják az állami ünnepélyeken, meg bemutatókon, szép lipicai szürke lovakon, egy, 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 egy hagyományos, de, modern egyenruhában jelen vannak. És ez szépen majd fejlődik tovább a derűben Lesz olyan alakulatunk, amely a huszár nevet fogja viselni, de nem lesz lovasítva, ahogy egyébként az összes európai haderő, aki nem szüntette meg a huszárt, hanem amikor a lónak már a stratégiai szerepe megszűnt, akkor, akkor az azzal rokon harc eljárást követő alakulatait elnevezte huszárnak, vagy behozta a huszár valamelyik ejtőernyős lett, valamelyik könnyűpáncélos lett, valamelyik felderítő lett. Ezek az utak rendelkezésének Magyarországon is, hiszen ezek az erők működnek, és ezek logikájában nagyon közeli módon vesznek részt egy egy harcselekménybe, mint hogy régen a huszárok. Tehát elemi kötelességünk az én felfogásom szerint, hogy a huszát ápoljuk, gondozzuk. Amiért én a huszáralapítványnak alapítványnak az azért volt, mert a korábbi haderőse, a néphadsereg főleg az, meg aztán az azt követő években sem, ez a hométségnek nem volt fontos. Máig nem értem, hogy miért, de ez kiszorult a civil életbe. Szegény öreg nagyapám előtt lábával, meg az öreg tisztásai az ezred vagyont ide-oda dugdosták, még dugdosni kellett, és aztán szépen elindultak ezek vissza, Sárváron fölállt egy múzeum, oda bevitték a, hát az ezredek, a huszár ezredek, ezek olyan, olyan család, ezek olyan erejű identitású szervezetek, amelyek önálló vagyona volt. A festmények, amikkel az elesett tisztek összes megfestett festménye, az, a, az étkészletek, a porcelánok, a, a, mindenféle emléktárgyak, egyenruházati cikkek, ezt vitték generációról generációra, a tisztétkezdében, meg a tisztétkezdében, másod ki voltak, ezek, ezek, a legdrágább kincsei, a zászlók, amik csatába voltak, véreláztat, golyószaggatott zászlók, ezek, ezeket kidobtuk, elfelejtettük, gyalázat és a civil világnak kellett megmenteni, és padlásokon meg mit ott rejtegettük, amik aztán nagy nehezen múzeumokba vissza lehetett vinni, és ennek a helye egyébként a honvédség keretein belül van. Azért nevezünk át alakulatokat, azért van most már újra Nádasdi Ferenc huszárosztály, a legrégebbi ezred, az osztrák-magyar van, -magyar magyarország, legnéműbb magyar ezred 1688-ban a Nádasdi Ferenc nevét viselő huszárezred volt, és újra van Nádasdi ezredünk. Ezt a ennek a hagyománynak az őrzése a honvédségen belül van. Ennek sajnos a, a mai fiatalokra való hatását, mert a mai fiatalok, akik elemelnek, megmondják, kicsit, ha magunk közt maradunk, abban azért szkeptikus vagyok, hogy ettől tódulnak-e a, a, a fiatalok. Mert nem ettől tódulnak a fiatalok. A, a fiatalok, ha valamitől tódulnak, az azok a dolgok, amikről beszéltünk. Az új eszközök, a, az életpályamon mindenféle dolgok, amiket korábban elmondtam. De ha már ben vannak és elkezdik megérteni, hogy mitől haderő egy haderő, hogy ott egy ott, ott ö, 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 alakulat-tradíciók vannak, valamelyik állandó verseny van az alakulatok között. Az egyik alakulathoz való tartozás és az abban való ö, kiválóság az, 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 az hihetetlen nagy dolog, a másikkal szemben is, és, és ezért nagyon fontos, hogy milyen tradíciókat adunk oda, hiszen Magyarországon sajnos ezek a tradíciók megszakadtak, ugye? Mesterségesen elvágták őket, mint az egész fejlődésünk folyamában. Ez a borzalmas 50 év belelett illesztve, és az 50 éven túl 300 évre hat a hatása. Ezt, ezeket a szálakat össze kell kötnünk szépen, mert organikusan nem megy, mert organikusan átvágták. Más haderőkben organikusan megy. Most ezt a munkát próbáljuk elvégezni, hogy értelmesen, okosan, de megjelenjenek ezek a hagyományos elemek, és az, és az alakulat identitásoknak részévé váljon területvédelemnél külön, hivatásosoknál külön, és ennek egy eleme a huszár. Tehát, hogy a nagyon hosszú választ adjak a rövid kérdésre, igen aktív voltam ebben, amit a civil életben is volt ez, a különböző alapítványokkal, és most itt az ideje, hogy szépen beszivárogjon a haderőbe, és a haderő ezt fölemelje, és most abban a helyzetben vagyok, hogy gondoskodom róla, hogy, hogy, ez a tradíció tovább menjen. Igen, elképesztően szenvedéllyel beszél a huszásságról és a huszásság örökségéről. Még azt árulja el akkor nekem, hogy egykori londoni nagykövetként volt-e szerencséje találkozni második Erzsébet királynővel, és hogy milyen benyomásokat, élményeket szerzett. Ezt mindig megszerettem volna kérdezni, de nem volt még rá alkalom második Erzsébet királynővel volt alkalmam találkozni. A legnagyobb meglepetésemre, nem, nem, is egyszerűen sokszor, de a legnagyobb meglepetésemre a, a nagy, ugye a nagyköveteket államfő küldi az államfőhöz. És nálunk köztársasági elnök van, és a köztársasági elnök küldi esetünkben, ugye egy monarchiában az államfeje a, a királynő, most a király. És ezt Her Majesty the Queen, nagyon komolyan vette. Tehát ő úgy tekintett minden az államába érkező nagykövetre, mint a, akinek ő a személyes háziasszonya. És ő, mindenkit, az az iszonyatos szerencsén volt, hogy még a legaktívabb, vagy hogy még, még eléggé aktív volt ahhoz, hogy ezt a feladatát úgy fogta föl, hogy, hogy ezt személyesen kell csinálnia. És minden London érkező nagykövetet, az odaérkezésétől számított egy-két hónapon belül, attól függ, hogy időben hogy jött ki, személyesen fogadott a megbízó levél átadására. Az angol etiket szerint, vagy a diplomácia etiket szerint ugyan jogilag érvényes a kinevezése a nagykövetnek, de szokás szerint nem teljes értékű, ameddig a királynő nem fogadta. Na és ez nem úgy van ám, ahogy én is gondoltam, hogy van, hogy akkor oda teregetnek minket huszasával, akkor ott körbe megy, és akkor utána elteregetnek minket. Nem. Az úgy volt, hogy, hogy a a Commonwealth, tehát a nemzetközösség oda küldött képviselőihez négy lovasintót, hozzánk földi halandókhoz, akik nem részei a nemzetközösségnek, hanem csak olyan államok, két lovasintót küldött, de abból kettőt, rögtön a nagykövetnek az egyiket, és a bemutatásra kerülő sztáfnak a, a másikat, ki a, a nagykövetség elé, és a, a lovak neveit előre megküldték, így hogy az egyik ló, meg a másik lovat, hogy, hogy hívják, és utána bekocsikáztattak minket a Buckingham Palace-be, és ott egy nagyon emlékezetes ilyen felvezető túra után odaállítottak egy ilyen bazin nagy tölcsfajtó elé, jöttek az inasok, a fülüket az ajtóra tették, és mondták, hogy most jött be a fotós, most jött be az őrmecsőszti, nem tudom honnan szedték, és ezt is ezt azt a hatalmas ajtót, és ott állt, így velem szembe. És láttam már egy pár dolgot életemben, de akkor mondjuk meg voltam egy kicsit, hogy ilyenkor mit kell csinálni. És abban a pillanatban, belenéztem a szemébe, rögtön tudtam, hogy ez életem legjobb, nem tudom mennyi ideje lesz, mert nem tudtam, hogy mennyi ideig fog ez tartani. 20 percig voltam benn. Teljesen képbe volt mindenről, minden tudott Magyarországról, volt itt a politikai fejleményekről. Épp akkor Orbán miniszterelnök úr ott volt néhány nappal azelőtt, mondta, hogy ő tájékoztatta az ő miniszterelnökről, hogy mik voltak. 20 percig beszéltünk mindenről. Fantasztikus volt. És ez volt a bemutatkozás, és utána egy évben legalább három-négy alkalommal a, a, mindenkori uralkodó a diplomatákat ö, fogadja. Nyári Garden Party, téli bál, tehát nagyon... És ugye nekünk van egy közös érdeklődésünk a virálynővel, vagy hát volt, mert ő elhúnyt szegény. Ö, ugye a lovak, lovas, sport és annak minden ága boga. És ebben ilyen kis privát diszkasenökbe mentünk alkalomattán mindig. És, és, ezért aztán az ember nagyon büszkén tekint vissza arra, hogy mondjuk három év után már mindig úgy meg is, tehát az elején még azért nem, de két-három év után már, ah, a friend, és akkor mindig ment ez a barátkozás. Úgyhogy így volt a királynővel. Köszönöm, hogy megosztotta elünk ezeket az élményeket, emlékeket. Nagyon sok sikert kívánok akkor a munkához a veszélyek korában, mert szükség lesz rá, meg egy erős, sikeres magyar hadsereghez. Hölgyeim és Uraim, Szalai Babrovnicki Kristóf, Magyarország Honvédelmi Minisztere. Köszönöm szépen, Steffi, Köszön, köszönöm. Köszönöm a beszélgetést, és készíthetünk még egy fotót így közösen.